bosnak vagy papnak szánták, de a matyó vagánynak a színészkedés tetszett. Férfias báj, lendület és vakmerő kalandok. Filmen, színpadon és az életben is. Kaszkadőr nélkül. Ha az ember akar valamit, tudod, akkor az, az akarat az nagyon nagy dolog. Mert amiért nem kell megküzdeni, az értéktelen. Köszöntöm Önöket a mai képregény hőse, tehát Konz Gábor színművész rendező. Most ahogy így kimondtam ezt a hős szót, rájöttem, hogy ez a legjobb egyébként, mert akár az életedet, akár a szerepeidet nézem, olyan kalandos, vadregényes, úgyhogy illik hozzá ez a hős, de belülről is így érted meg, vagy ezt mi kívülállók látjuk, hogy hát, a, a mi vidékünkön, vagy a mi családunkban a félelem szó ki volt írtva, nem létezett, ugye? Kár, hogy ma is a főiskolán is olyanokat nem nevelnek, akik adják és akik kapják a pofont, abból van rengeteg, aki lesi a verekedést. Ma a bátrakat nemhogy nem ültetik, de még gyomként se teremnek, pedig az nagyon fontos. Kellenek a Egy, ősök. egy nemzet életébe, egyáltalán az iskolák életébe, a, a haverok, a barátok élet, mindig kiválasztanak egy valakit, Akit kimondanak, vezérnek, és azután mennek. Ez a hős, amit mondtál, van egy könyvem nekem, tíz éve jelent meg, kaszkadőr nélkül, és abban van egy fejezet ez a címe, hogy a hős. Ez a kis hős ugye Matyóföldről indult, és az a mentalitás, amire most céloztál, hogy kemény legénynek kell lenni, ez onnan jött? Apám soha életében nem simogatott meg, nem ölelgetett meg, de tudom, hogy nagyon szeretett. Tudod, szóval ezt érzi az ember, ez van. Anyám persze dédelgetett meg mindent, de, de apám, mert a férfiak ilyenek voltak, patriarkátus. Nagyapám tanított lovagolni, nem is apám itt. Örültem nagyon, hogy megleltem ezt a hat éves kori képemet, mert az udvaron tanított lovagolni. Az üvegen belül, az ablaküvegen ott volt anyám orra, úgy odanyomta, hogy így szétmennek, neki, mert akart, de nem szólhatott nagyapámnak, hogy félti a gyereket. Ez a kis huszármente, ez apámnak a huszármentéjéből volt csináltatva, erre odafigyeltek. A sapka hátul volt itt összetűzve, hogy lenersen a fejemről. Volt egy nagy, nagy, hosszú tölgyasztalunk. Ott ült nagyapám, itt ilyen nagy darab állatkák, mint apám, öm, Jakab Sógor, Pista bátyám ültek, és nem beszéltek, csak, csak ültek és nagypa, nagy, amikor pont a 12-t ütötte az óra, mai napig megvan ez a fali óra, nagyanyám így állt a forró levessel, mögötte a két lány, Margit néném meg Bözsi néném, egyik a hússal, másik a zöldséggel, és amikor elütötte, akkor bejöttek. Ezek fölálltak, nagyapám mor valamit, aki ételt itt legyen áldott, leültek, és akkor nagyanyám odajött és szedett mindenkinek, de tudta, hogy ki, ki, mit szeret, ki a combot, ki ezt, ki azt, nem tudom, és szedett, a, a hogy ki mennyi zöldséget meghúst, és kimentek. Ez szertartás volt. Tudod, és nem beszéltek. A Miskolcon zajlottak a középiskolás évek, és tulajdonképpen ennek köszönhető a színművészi pálya, mert hogy ott találkoztál egy színművészeti, vagy egyáltalán színjátszó szakkörrel, ami elcsábított? Szakkörrel nem. Mezőkövesről kirúgtak a gimnáziumból, ott voltam én, pedig nagyon-nagyon szerettem ott, és még mindig mert ugye matyó vagyok, és azt tekintem őshazámnak. És kimentem a Fellini Országúton című filmjét, éjjel kiszöktem, én voltam a tornafelelős, és összeszedtem a tornaterembe az öt kötelet, összekötöttem, és második emeleten volt a kollégium. Egy kápolnába laktunk, hatvanan egy, külön. és akkor így lemásztam, és kimentem megnézni az Országúton című filmet is, mikor jöttem, már így állt ott az osztályfőnököm, azt szóval, mondta, holnap gyere be az, az igazgatóhoz a bizonyítványodért, és kirúgtak. De hát akkor elmentem Miskolcra, és behívott az igazgató, és azt mondta, hogy na olvasd fel Kisfaludi három egyszerre című darabjából a királyfit. Fölolvasd azt, hogy na egy ilyen arkatú, nagyon jól olvasod azt, hogy te leszel a királyfit. Váratlanul nagy siker lett, és abban az időben, ugye Galambos Erzsit említem először, nagyon szerettem, Szirtes Ádám, Kazimír Karcsi volt a főrendező, igazgató, Nagy Attila. Tehát ilyen színészek voltak, ott nagyon jó Tehát színészek Tehát a Miskolc nemzeti színházban? Igen, mm -hmm. igen. És akkor én így árultam a, a zsírt a közért, amit anyám küldött ezt a jó... Házisít, mondom, ezt tessék már megvenni, hogy elmenjek. 2.80 volt a Kakasülőn egy jegy, és ott ültem. És akkor ezek eljöttek, megnézték ezt az előadást, és azt mondta, bejött a szírtes, azt mondja, gyerek, neked mindenképpen jelentkezzük el a főiskolára. Na attól a pillanattól kezdve eltántoríthatatlan volt a gondolat, mert rendkívül hiú vagyok, és azt hittem, hogy mint sportoló fogok érvényesülni, vagy benne lenni az újságokban. De ettől a pillanattól kezdve ugye nagyon készültem rá, és én úgy mondtam a Velszibárdokat, ahogy én azt mezőkeresztesen elképzeltem. Mm. Tehát ezek egymástól hallották, és már második felvételnyi, azt mondta, na, matyógyerek, mondd a És akkor eljöttek. Jelentkeztem, siker. Lezajlik ez a sikeres előadás, mm. Szirtes Ádám is megdicséri Iszer? a kis fiatal matyógyereket, na de ezzel a családi háttérrel, ezzel a patriarhális családdal, hogy volt bátorságod felvételizni a főiskolát? Mit szóltak otthon? Nagy merésé kellett hozzám, uh -huh. mert mindenképpen papot, meg orvost akart, val valamelyiket belőlem. Hát papnak semmiképpen nem lettem jó, hát visszanézve a kicsit zavaros életemet, és orvosnak sem, mert mert a más vérét nem szeretem magam is se szeretem különösebben, annak se lettem volna. Nem is volt hozzá. Én, amihez egész életemben gyönyörű életem volt, meg kell, hogy mondjam, de amihez nem volt kedvem, azt soha nem csináltam. Hát úgy tudom, hogy azért a felvételi és egyáltalán az, hogy te ott el tudtad magad helyezni a főiskolán, és konkrétan lett hol aludnod, azért ez is egy küzdelemnek a története. Tehát kellett, hogy felfedezzenek. Norikám, el se tudtam volna képzelni, hogy engem ne vegyenek fel. Most nem a nagy képűség beszél belőlem. De mikor fölvette, átmentem a vasutcába, ahol az Olti Magda, az egy csodálatos színésznő, ő volt az igazgató. És benyitok, nagy töltfajtó volt, ott ült az Olti, azt mondja, ez ki. Hát mondom, igazgató az, hogy engem fölvettek és hát pénzt kell keresnem, mert nincs ruhám, meg minden, és hát hol lakjak? Szerencsétlen. Ki fognak rúni? ezer jelentkező van, 12-t veszünk fel. Mondom, engem föl fognak venni. Mondtam ezt, már megint a terpeszállás kell, mert különben el tudnak lökni, tudod? <laughs> és így lehúzta a szemüvegét, és soha nem mondja, szóljon a kisnek. Ez volt a gondok. Átjött a kis, azt mondja, itt van ez a szerencsétlen gyerek, azt mondja, két hónapig úgyis hazamentek a többiek, adjon nekik egy szó. Négy évig laktam a hat emelet kettőbe. Tehát a kollégiumi szállásodat elintézted ezzel. A... El volt itt. És mond, az osztálytársait, hogy fogadtak? És egyáltalán hogy zajlott az élet ott a főiskolán? Tudod, ezek mind általában gazdagabb gyerekek voltak, mint én. Ezek mind elmentek szombat, vasárnap, elmentek együtt bulizni. Én soha nem mentem velük, tologattam éfélig, az odri színpadon a bútorokat rendeztem, ugráltam rá, egy szöveget mondtam játsz, és akkor bementek és panaszkodtak a Várkonyinak, aki a osztályfőnököm, hogy a konc soha nem jön velünk, kihúzza magát, azt mondta Várkony, mert az tudja a titkot, a színészet nem egy kollektív Annyira örültem, mikor meghallottam, mert igazabban, mert minél jobban más vagy, mint a többi, minél jobban különbözöl, annál jobb, életet tudsz, vagy karriert csinálni magadnak. Hát igen, csak ez azért nem tesz népszerűvé. Az osztálytársaiddal hogy jöttél ki? Mondj egy-két nevet, hogy kik abba az osztályba. Koltai Janó, Agárdi Ilona, aki Agárdi Gabinak volt a lánya, gyöngyösikati, Kati, Horesnyi Laci, és, és nem voltunk, jóba voltunk, de mindenkinek kellett csinálni a maga életét, a maga do... Nem lehetett egymásról másolni, vagy nem tudom. Ez a titka az egész színészetnek. És mindig mentek kiki -ki alapon, meg a nők fizettek. Én elképzelhetetlen lett volna, hogy nekem egy pohár szódát fizessen egyem. Na később, mikor együtt játszottunk az Almás Évával, lementünk helyre is az ottani színházba, és akkor én már nagy vadászoltam, voltam, meghívtam a társulatot, vittem le vadakat, megfőzettem mindent, és akkor mondom, az italokat is én fizetem a fiatalabb színészetnek. És akkor mondom a pincének, jöjjön ide, kifizet. Azt mondja, már az almási művésznő fölment a szobájába, és kifizette az egészet. Hú, Odamentem, be, oda mentem, mondom, mit csináltál? Azért, hogy megtud, mikor azt mondtad, hogy neked egy nő nem fizetett egy pálszó, az egész vacsorát kifizettem. Apám, apám azt mondta, hogy fiam, neked semmiből nem a jó kell, neked, mindenből a legjobb. Lóból, nőből, kaszából, borotvából. Hogy az Istenbe jutott elé ez a négy? Nyilván erre volt a legnagyobb szüksége. Na és elmentem, és jártam két évig a főiskolára. És mindig nyáron hazamentem, sumákoltam, hogy hol a bizony. Másodéves koromban hazavittem, ha itt a bizonyítvány, mert csupa jelesül. Kivéve ének, meg táncolok. Nem, nem. nem tudtam. Uh -huh. Van, az ember nem tudhat mindent, az nem is szégyellem. És akkor nézi apám, azt mondja, kisanyám, mert úgy hívta anyám, hogy kisanyám, gyere, nézd meg a gyereknek a bizony, és nézi, ugye színészmesterség, mozgás. Szóval, mi ez, fiam? Hát mondom, be kell, hogy valljam. Én ide figyelj, apámmal egy évig nem beszéltünk. Anyám, anyám sokkal hamarabb megbocsátott, ugye? Mert, mert mikor az első film a legenda a vonaton ment, harmadéves voltam, diplomára csináltam már hat főszerepet, és akkor keresztesen elvitték őket a moziba, és beültették ugye a két szülőt, hogy nézzék meg és egy rohadt szót nem lehetett belőle érteni, mert a tömeg, a haverok, meg a barátok, meg a faluak, is, ott a Gabi, ott a Gabi, semmit nem értett. Úgyhogy éjjel levetítették nekik még egyszer a filmet. De most akkor jól értem, hogy másodéves korodig nem ismerted megmondani, hogy hova jársz tulajdonképpen Pesten? Nem nem, 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 nem. A főiskola után, ugye Várkonyi el akart vinni a vígbe, de akkor az a szabály működött, hogy két évre muszáj volt elmenni vidékre. Igen. A víg a főiskolán egyedül nekem volt ösztöndíjam. 2500-a rengeteg pénz volt. Amikor a főiskolai ösztöndíj 250 forintot, én 2500 forintot kaptam. És a, a harmadik filmemből már megvettem, 35 ezer forintért egy új varburgot. Ezt is tudatosan vettem, mert tudtam, hogy nekem az élethez muszáj a kocsi. De milyen szempontból, hogy a munkában tudjál teljesíteni, vagy hogy a családoddal tartsd a kapcsolatot? Nagyon jó csajozós kocsi volt. <laughs> És nagyon haragudtak rám, mert akkor ugye a Básti, meg Várkony, meg ezek nagyon, hogy mondd, hogy ennek a takonynak miből van kocsira pelle. Mondom, megcsináltam öt filmet, tanár úr mondom, és összegyűjtve. A kosztom meg volt, a lakásom meg volt a főiskolán, ugye, és akkor nekem ezt össze kellett. És bizony nekem nagyon jó volt, és én voltam a hetedik színész, akinek kocsia voltam. Akkor egy nagyon tudatos matyó gyerek indult neki ennek a világnak. No és akkor ott tartottunk, hogy ugye a végbe vitt volna Várkonyi, de el kellett menned vidékre. Így aztán eljutottál Miskolcra. Igen, igen eljutottam Miskolcra akkor a Rutkai Otto volt az igazgató, akit nagyon gyűlöltem. Mert nem adott ki filmezni. A Zolnai csinálta volna a Csend filmet, annak én játszottam volna a Addig kerestem, egy csomó pénzem volt. Utána 1300 forint volt a havi fizetésem. Azt mondták, hogy ha aláírom a szerződést, négy évre vagy öt évre, akkor kapok egy háromszobás lakást, ingyen minden csak írjam, inkább egy nyári konyhába laktam. Tudod, ilyen kiskájába fűtöttem magam, meg is fáztam mindent, de akkor se adtam fel, mert tudtam, hogy majd úgy is Pestre Tehát, éve. hogy nem akarsz, hogy a keresztül velem elő, és azt mondta Rudka hogy döntsd el, vagy filmszínész akarsz lenni, vagy színész. Miskolc után jött még egy évvidék. Mert két évre kellett egyszer csak nyílik az ajtó, és ott áll a Radó Vili, a kecskeméti igazgató, azt mondja, hallom utánszi, pont a jágót játszottam, hallom utánszít lenni, szerződját hozzám kecskemétem. mondom, drága, édes Vilikém, ennél jobbat, szebbet nem, de mondom, egy feltételem van, mondjad már is. Mondom, tudom, hogy van nektek egy színészház, és ott ül a dözsúrnaja a portán, és az Istennek nem lehet fölvinni nőt. Én pedig azt viszek föl, 23-22 éves vagyok, mondom, akit akarok. Hát azt mondja, jó, te föl, mondom, most azonnal leírod. Ide egy akkor aláírom a, a, szerződést. Így történt. Na kérlek szépen is, a dözsúrnaja egyszer Megmondta neki Radov, hogy a konszumész úr fölhozhat -e akit. És föl, fölmondott az igazgatóságon a deszurnál, azt mondja, ilyet még nem látom. Azt mondja, az igazgató szőke ment fel és barna jött le. <laughs> Nagy <laughs> Na, hát. élet lehetett ott hallott. No, és aztán lezajlott a két vidéki év, mégis csak pesti színész lettél utána. A József Attillában mentem, és mindjárt játszottam a Beketta vagy az Isten becsülete. Ebben játszottatok együtt Darvas Ivánnal. Darvas Ivánnál, igen. Csodálatos kolléga volt, igen. És, és csináltak róla televízióban egy interjút és mondták, hogy nagyon halljuk, nagyon jó az előadás, meg minden, és akkor majd elmegyünk, megnézzük a művészület, mondták. Ne engem nézzetek, van egy fiatal takony, most végzett, azt mondja, az valami ö, macska mozgású, zseniális fiatal színész. Ez. Lehet, hogy másban nem lesz jó, de ebben nagy. Ezt nézzétek meg. Úgyhogy aztán oda mentem, hozzá mondom, Ivánkám, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rengeteg darab és szerep kötődik a nevethez, úgyhogy azt kértük, hogy válogassák ki azok közül néhányat, amelyeket nagyon szeretsz, és kiválasztottál néhány olyan fotót, amin rutka évával vagy látható. Az egyik Minden. a cseresznyés kert előadás volt. Hogy emlékszel erre? A víg színházhoz, be? ahogy átszerződtem a vígszínházhoz, ugye? Na, és volt a mindjárt a ház, a város mellette egy sarkadi darab, Amin, amin, az Évával együtt játszottunk, de ebbe Darvas is játszott, minden. És a Somogyi Erzsi volt az anyám, ez a drága, csodálatos nagyszínész, és Horvai Pista rendezte. És fiatal agronómust játszottam, és jöttem fel vidékről, emlékszem, egy ilyen csizma volt rajta minden, és jöttem be, anyám éppen ott volt a kony, mondom, édesanyám. Azt mondja, Horvajnak az mondja, ide figyelj, Pista, ezt a fiatal színészt nem engedheted be antré nélkül, hát hogy ne legyen. Hogy, 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 gondolod, Bogyókám, azt mondja, na, holnapra kérek egy vödör vizet, egy felmosó rongyot, és egy népszabadságot. Hát ugye akkor a népszabadság nagyon nagy jelentősége uh -huh. volt, ugye? Másnap próba, bementem. Mondom, Bogyó éppen mosta a színpadot, a vödörrel csapkodott, a rongyal, minden. Mosta fölszép. Mondom, Édesanyám! Itt csinált, hogy ott álljak meg. És akkor oda ment az asztalhoz, ahol ott volt a nép, kinyitotta, a közönség látta, hogy népszabadság. Letett egyet letett, még egyet letett, egészen odáig hozzám eljött, és így intett, hogy na most már. És akkor én, ahogy mentem egyikről, mint a gyerek, mikor játszik, olyan nyílt színi tapsom lett, hogy, szóval, hogy mit tud segíteni egy ekkora színész meg a rutint. És Rutka Éva, hogy tudott neked segíteni? Annyira bizalmas ez a kis jelenet Igen. itt, amit látunk a fotón, és ugye őról a tudjuk, hogy ő nagyon nő volt. Te meg egy olyan vállaltad már, milyen volt egy az nő volt. Az az ha külön megnézted lábát, tizét benne, gyönyörű szeme volt, akkor nem, de úgy egybe, mikor jött le a lépcsőn. Például a Cseresznyés Kertet, én voltam a Lopahin, azt a Horvai zseniálisan úgy rendezte, bejártuk vele a fél európát mm -hmm. úgy rendezte, hogy a pasi, ez a lopahin, nem a birtokot akarja megvenni a nőt, nő elveszi meg a birtok. Mm. És ahogy így játszottuk az év az ember ma megint levetkőztettél teljesen szemmel. Másnap meg ő Olyan jó olyan színészel játszani, akivel mindent meg tudsz csinálni. Hoztál egy fotót a Liliomból is, Én ami van. az egyik kedvenc szereped, úgy hallom. Nem. Miért? Nagyon kedves. Mert, mert mindig ezek voltak, ezek a tiszta szívű vagányok, ilyen voltak a is. Ezt mind, mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a Lilium. Szóval, és egyszer életemben nagyon szeretném megrendezni, mert úgy még úgy sem rendezték meg, hogy, hogy bevinni a vóslit, mert mindig az van előttem, ahogy a vóslit, ahogy fölugrik, a, ahogy fölugrik a, ahogy, és ahogy átfogja a Julikának. A, addig vihognak ott a lányok minden, és akkor így megmerevedik a színpad. Ez van előttem, és akkor föláll a muskátné, ugye a a Lilionnak, föláll a székbe, és csak ez számít neki, nem a többi, akit fogdos minden, csak ez, aki így megmerevedik. Szóval itt él bennem az egész, és nagyon szeretem volna, de soha vagy, nem alakult úgy, hogy megrendezzem. És akkor most egy pillanatra megállunk, jön a reklám, és nem sokára folytatjuk. Vagy hát... akkor ez a, ez a Lilium tulajdonképpen. Igen, ]ben. meg a kakufiszekbe is a McMurphy. Behozta Várkonyja a büfébe a könyvet, Matyó, olvass el. Kapás meg ott volt, ugye, aki nagyon jó rendező volt, aztán maga rendezi, Dezsőkém, de én rendeztem volna, mondta a Várkonyi, de megyek Kubába egy hónapra, maga rendezi, egy feltételem van. Azt mondja, mi legyen a tanárul, ha nem lesz koncepciója. Ugye, mert mi, mi jobbat lehet koncepcióban, mint amit Kenkézi meg Wasserman kitalált. Nem lehet jobbat. És úgy rendezte meg. Aztán én ezt később megrendeztem Kassán. És az is nagyon kellemes emlékem. Kassán 80-szor ment a darab. Hoztál egy fotót Tolnai Klárival is. Az utazások <laughs> némikémmel igen, igen, hát azzal is együtt játszottuk. Kérlek szépen még az utolsó darabját együtt játszottuk e, utazás a nénikémmel, én voltam a Klári néger szeretője. És hát tudod, négert festeni az valami borzalom egy színésznek, mert a többi már rég a fészekbe már párt választott magának, már vacsorázott, amikor ez még mindig mossa le magáról a barna olajos festéket. És mondom a Vámos laci hogy Lacikám, én ismertem ezt a klári ezt a néger szeretőit, Mondom, ez, ez idáig garbóba járt, meg így ilyen manzsettárs énben, mondom, hagyd ne fessem csak a kezem meg az arcot. Azt mondtam, most jó, jó, jó. Azt mondta Klári, szó sincs róla, ne engedd neki, idejött is, így széttépt az ingemet, azt mondta, ezt szeretem rajta, ezt a mert. Hát jó, hát ha Klári mondja, akkor muszáj ilyet. És most festem magam, festem magam de mondom már, ha idáig derékig festettem, akkor tovább is mindig néger szerettem volna. <laughs> És egyébként vele játszani milyen volt? Mert hogy nem egy egyszerű egyéniségnek írják le Azzal de... vagyok megáldva Istentől, hogy én Tolnai Klárit meg a Benkő Gyulát rendezhettem a társas játék New Yorkban. Nagyon szerette a Klári, sokat ment a darab. Ezek az embernek ezek a nagyon szép emlékei, tudod, hogy egy csomó olyan emberrel találkozhat. Í írók, írókban, Vörös Sándortól I és Gyuláig, Német Lászlóig, Gyurkovicsig, Csurkáig. Ezekkel nem, hogy ezekkel baráti viszonyom volt. Szabó Magda. Ha már említetted Gyurkovicsot, akkor a nagyvízi című előadást idézzük már föl egy picit, aminek ugye az ős bemutatójában játszottál, de aztán később te igen. magad is rendezted ezt a előadást. háromszor adást. rendeztem, meg Madácsba is, az Új színházba is. És igen, Gyurkovics Tibi azt mondta, hogy ezt a darabot csak a konc rendezheti, mert ő tud Gyurkovicsul. Na kérlek szépen, ott volt minden próbán, és, és amikor az első előadást, ezt a kapás rendezte zseniálisan, ugye? Tehát az ős bemutatót, amiben az te is játszottál, mert Bilicsi Vadar is Én is benne állt, volt. a fazekast, a Frankó gyereket, a Vencel Vera volt a partnerom, és Bilicsi volt zseniálisan az öreg beteg, aki minden év a többi beteget küldözgette, ugye, sikított a közönség, és akkor vágtam le a lábújamat, kezdődött volna az előadás tövig fűnyíróval, mert... Mindezt előadás előtt, tehát fűnyírás igen, közben. Igen, Aha. igen, igen, Magam Partikus. kötöttem el még a zsinórral úgy mentem, úgy mentem, berohantam a sportfiatom volt ez a 128-as sportfiat, és ott álltak a házgyárnál a rendőrök így, hogy kilépj át 60-nal, én 130-szal átléptem, és mentem jöttek utánam az Árpád útnál, Árpád hídnál elkaptak, lehúzták, hova rohanunk művészként, mert akkor már ismét, és kitettem a lábam, ami újnék, ami szporzasztó vé. Aztán, jöjjön utánunk már, mondom, gyorsabb vagyok én fiúk, így be a Honvédba. Na most be, be a Honvédba. Ott ismertem az orvosokat, ugye, hát hol a műtő a második emeleten van, Miért ne álljon ott a liftnél 30 kis asszony, ó, oh, drága művész, Magam fölbicegtem csupa vér lett a folyosó a második emelete, és benyitottam a műtőbe, nem érdekelt, hogy azon kírva, hogy senkinek nem lett belép. És az Ávocki pont így egy lábat Jaj. amputált, azt mondja, hát te. Na, ötödik nap begipszeltettem, és bejött a Bárdi Gyuri, aki a vállán kivitt, mert azt mondja, gyere, mert el van terjedve, hogy nincs lábad. És bevitt a filmklubba, tessék, itt van a lába, megvan a lába is ki. De tudta, hogy a legjobb hely, ahol, mert azok pegykálnak. Na jó, akkor tehát gipsz került a lábadra végül is, de aztán valahogy visszakeveredtél a nagy vizit előadásra? Hogyne, hogyne. Mert drága Benkő Gyuszi játszotta az orvost, ugye? Gyulám is akkor rendkívül dekoncentrált volt, ő gyönyörű, kék szemű, minden, mondom, Gyulám, itt ki van hagyva nekem a, a lábfejem, ahol, ahol friss bőr van rá, nehogy rállítsd. Jaj, hát hogy már tudod, hogy hát hogy, És már mikor jött felém, hogy Péterként, Péter, már akkor eszkedtem, és riktig rálépett, mert Bilicsi kitaláltak, ének szép össze mert olyan kaszkadőről szólt, akinek el volt törve a karja, szóval ne a karja legyen eltörve, a lába, majd úgy küldözgetem mindenért, és így lett, és akkor Gyurkovics átírta a darabot, és már én így rendeztem, ilyen lábtöröttre is így lett. Tehát a kedved lett, akkor kargips helyett Igen, lábgész. Így van így. Van. Most tulajdonképpen a, a filmbéli alakításaidat is lehetetlen lenne felsorolni, mert van legalább 350 körül. 50 csináltam tavaly nyáron. Úgyhogy tényleg most is csak így válogatni tudunk belőle, talán rendezők alapján. És nagyon szerettél dolgozni, Fábri. De ebben benne vannak sorozatok, meg ilyen tévéfilmek, meg minden ebben a 350. Igen, Fábri. Uh -huh. Fábri. A legcsodálatosabb rendező volt. A magyarokat meg a Fábián Bálintot neki köszönhetem, és ő volt az a rendező, mert úgy szokott zajlani ez a magyar filmgyártásban, hogy kellékész kész, ruha kész, színész kész, felvétel. Na most, amikor nagy monológot kell mondanod, és így vinni a feleségedet tankok között, meg nem tudom is mondani, részben nehéz, részben fárasztó, részben belül kell késznek lenni. Fábri odajött, azt mondja, Gabikám, semmivel ne törődj. Csak néz rám, ér, hogy te kész vagy belül, és akkor elindult a gépezet. És akkor én, én ezt mindjárt, dia, szóval a színész mindjárt tudja, hogy mi az, ami neki való, mi az, aki... És akkor, kérlek szépen, Jött egy olyan jelenet, amikor a feleségemmel fekszünk az ágyba, a dunyha alá, így, alábújunk, és e, azt mondtam az illéspapinak, papinak volt az operatőrnök, a papikám, bármit mond a fábri, hogy ennyi, mondom, menjen tovább a gép. És akkor mielőtt lefeküdtem a jelenet végén, ugye így összedörzsöltem a két talpamat, ahol, nál, ahogy nálunk szokták, mezőkeresztesen, ugye a döngölt padlóval, hogy ne, nagy röhögés, és akkor Fábri nem tudta, hogy mi az, és azt mondta, Gabikám, mi volt ez, ez nem volt megbeszélve, ez e, 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 ilyet, ilyet ne csináljunk, ne improvizálj, nem tudom, mondom, drága Zoli bátyám, mondom, erről fogják azt írni, megmertem neki mondani, erről fogják azt írni a kritikusok, hogy lehatoltál a hajszál gyökerekig. Na, no, ez aztán megurult, aztán a vége a forgatásra, 300.000 forintos nap volt, mindenki menjen haza, kész vége. Na, kérlek szépen, de már én rajtam akkor, rajtam volt a nagy bajusz, nagy ezért sapka, minden öreg parasznak öltözve, és kiültem egy kicsit napozni oda a filmgyár udvarára. kollégák is ott ültek minden. És egyszer csak látom, hogy nagy léptekkel jön a rendész. Maga hogy került ide? Hát bejöttem, azt mondom, mit csinál mondom, napozok. Marski, ki, azonnal Nem is És is jött meg. utána, nem, én megmentem, kérlek szépen, ezek majd összeestek a kollégák a röhögéstől. Aki ismert engem egyébként ez a rendész civilbe, igen, kikísért egész a kapuig. Na ott állt a BMW-m, a 323-as BMW-m, belnyúltam a zsebembe, és mikor már vettem elő a kulcsot, láttam, hogy így kocsányol lóg a szemeért, úgy elindultam két keréken, hogy már így integetett, hogy álljak meg. Este a diszpó hozott egy levelet. Mai napig megvan Fábri Zoltán, drága Gabikám, szíves elnézésedet kérjük a délelőtti incidensét. Fölhívtam a legkompetensebb embert, I. és Gyulát, és azt mondta, csókold meg érte a koncgabit. Holnap a te intencióid alapján forgatjuk tovább a filmet. Hát én olyan boldog voltam te. És van egy jelenet, az meg a a, a Fábián bálintba, amikor fölakasztom magam, mondom, Zoli bátyám, hadd mondjak valamit, hogy hogy képzeltem? Mondjad, Gabikám, mondom, fölakasztom a templomtoronyba a kötelekre, mondom, fölnézek, és akkor látod, hogy egy kéz összecsomózza a kötelet, és apám jellegzetes fekete alapja rajtam volt, mondom, összecsomózza a kötelet, és megkondul hangba ez, és Esik, gurul le a kalapom a falépcsőn, és a mai napig így van. Valóban az időskori karaktert az édesapád ruháiban játszottad? Fábri hazaküldött, azt mondta, menj haza apád ruhájáért. És akkor hazamentem, azt mondta anyám, ennye, fiam, ha nincs pénze a filmgyárnak, majd mi veszünk neked újat, hát csak nem viszed ezt a foltos, tiszta volt az, csak foltos, meg minden be volt a szekrénybe akaszon. Ez kell, édesanyám. Játszottál egy koprodukcióban, egy francia filmben, a Germinalban, a Zola regényből készült filmben, Abba hogy csöppentél bele? Életlenül. Első éves színé, és mindig vízisíztem a Dunán, minden is akkor is jött az Áhel Jóska, az volt a gyártásvezetője, nagy töltsérel, hogy Gabi, gyere mondom, nem megyek, mert soha életemben nem csinálok se castingot, se próbafelvételt, soha nem is csináltam, mondom. Nem kell csinálnod, mert az Ivan Legri látott a legenda a vonatomba, és le akar szerződtetni. Na, erre már kimentem. Azért jöttek ide a franciák, mert sehol nem találtak ilyen korszerűtlen bányát, 300 éves bányát, mint Magyarországon, itt, itt fönt Na, és akkor forgatunk, ugye, és nekünk a magyar stábbal, a magyar e, műszakkal ott hozták a kettő húszéra a, a csodálatos sóletet, és ezt tettük, és a franciáknak meg Bernabé, Padováni, Brasszőr, Jean Sorel, Jean Sorel ki mindig a, 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 jaguárjával, mert úgy szeret, így néztem, azt mondja, gyere, ő vitt ki forgatásra. És akkor a francák nagyon ingyencek. És akkor ő nekik hoztak a gundeltől leterítve asztalokat, hófehér és sült fartő, csokoládé öntettel. Soha nem fogom, ilyeneket ettek zabát. Egyszer csak föláll a Bernami, látja, hogy mi egyszük ezt a kettő húzas sólettet, amott, 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 a messzik. Nem, nem leterített asztalon, hanem lócán, meg ahogy itt. Oda jön egy kis kanállal is, mondja, hogy megkóstolhat. Persze, adjatok már neki egy tányérat, mindjárt adtak neki. Oda ment, vitt a több. Egy perc alatt bezabálták a francákat, nem érdekelte a sütvárcámfartő őket. A Dunai Hajós pedig egy olyan sorozat volt, aminél tényleg hát egy, egy ország Igen. volt odaérted. Hát úgy tudom, hogy ezt az édesanyád is szerette, mert Szeret. azért csak a jó karaktereket szerette. Szeret. Ő, anyám azt szerette mindig, ha jó embert játszom, tudod? Értem én ha ezt... Akkor különment sóért, paprikáért, messze volt a közért, különben mindenért, és fogadta a gratulációkat bekaszálta. De ha rossz embert játszottam, például ilyet, mint a fekete gyémántok, ugye, aki, Igen. Ő, akkor hónapokig ki ment, és azt mondta, hogy fiam, nem erre neveltünk, mint téged. Hát szóval az megidealizálta a dolgot, mert addig mindig azt hallotta, hogy én voltam a világ legrosszabb kölyöke. Később aztán kitalálta, hogy én én egy jó ember vagyok. És ebben a sorozatban történt az a forgatáson, hogy megmentetted a Gábor életét? Ez hogy volt? Ott forgatunk a Vaskapunál. És Agárdi Gabi, aki nem tudott úszni, ott 40 méter mély a víz, nagy, nagyon örvényes, és belecsúszott Gabi. Segítség, segítség. És a kétszázas tából, mert annyian voltunk, senki nem ugrott utána, csak Koncz Gabi, és nem azért, hogy magam fényezzem, szakál, bajusz, csizma, minden, Szt! és akkor húzott lefele engem is. Most nem beszélnénk itt, hogy ha nem ütöm le szegényt. Muszáj volt leütni, és fölfordítani, és megfogni itt a haját, és úgy húzni kifelé, és mi, mikor magához tért, azt mondta, ezért kapsz tőlem egy gyönyörű ikont. Ugye ő nagyszerű ikonfestő volt, ugye nagyon drágán vették a németek. Én már el is felejtettem, de mindig gödről átmentem, fót felé, arra lovagoltam, mindig bementem hozzájuk, kaptam egy kávét, és akkor mentem tovább. Egyszer csak azt mondja a Gárdé, hogy nem viszed el az ikon és szólt a nejének, hogy hozzak, mondom, most nem, de majd érte jövök kocsival. Na szépen. Telt az idő, kifüggesztettem az ágyam fölött gyönyörű ikon, ma is ott van meg, könyvemben is benne van. És akkor egyszer csak négyen öltöztünk egy öltözőbe, Besenyei, Sinkovics, Besenyei volt az úrhangja, Sinkovics az Ádám, én a Lucifer, eh, itt meg Agárdi a Gárdia Michelangelo. És látom, hogy a Gabi így, így húzza. No. Gabikám, én olyan vagyok, mondd meg, hogy mi baj, ha megbántottalak, bocsánatot kérek tőle, többet nem tesz. Eladtad az ikont. Én. Na mondom, most akármi van, fizikai erővel beteszlek a kocsimba, hazaviszlek, kapsz egy fél liter vörösbort, így is volt, mondom, és meg benyitott, és ott volt az ágyam fölött az éka. Mondom, na most mondd meg, ki mondta? Szóval nem mondom meg, mert megölöd megismertem volna. Elvitte a sírba, hogy ki volt, melyik volt az a szemét kollégám, aki, aki, azt mondta neki, hogy én eladtam az ikon. Páger Antal is azok közé tartozik, akikre nagyon szívesen emlékszel, sőt, sokat köszönsz neki. Ajta Jandor rendezte azt az Egyedül című darabot, amiben én voltam a főszereplő fiatal, ő a Páger meg a tanárom, egyetemi tanárom, és így tiszteltem, így néztem, csodáltam rá. És kiderült a darab végén, hogy ő egy német kém, és akkor nekem kell elfogni, aki épp a diákja vagyok, és mondani neki olyat, hogy tessék, takarodj előttem, te aljas, te szemét, te ilyen. Most én hogy mondjak egy ilyet a Páger tudod? És mondtam, hogy te aljas, te szemét, fiam, gyere ez elképzelhető, hogy te egységes vagy, de... Én a falu most szerződtem ide, te meg egy sztár vagy, mondja, tessék holnap így eljátszani a szerepet. Ez egy tapsos szerep, mond. És jött a premier, és ott a közönség, és ő ritkán fordul háttal a közönségnek, így állt, hogy én legyek szembe, és akkor a szemével még biztatott. Tapsos kimenetel volt. Te én ennél boldogabb pillanatot nem, és mikor mentem hozzá, hogy hát Téni bácsi, mondom, hát nagyon össze, ahogy ám azt mondja. Aztán én tanítottam, vagy én elvittem, hogy ma is megvan a horgászbotom, amit Amerikából hozott, együtt jártunk a Dunára horgászni. Bizony. Volt még egy film, az Élet szerelmesen, amit Szibériába forgattunk, ez is két főszerep. És akkor hozzá a hogy írjam alá a szerződést. Hát Páger akkor kapta meg Kamba a legjobb alakítást, és fölment a Gázsia, 40 ezer forint, akkor az nagyon sok pénz. És velem is alá akar mondom, nem írok én alá egy ilyen, úgyis vissza kell adnom, aztán nem. Páger fölment az igazgatóhoz, és azt mondta, hogy a Konc egy ugyanolyan rangú szerepet játszik, mint az enyém, most kell őt megfizetni, nem korába. Talán a sorsnak volt egy üzenete az, hogy két lányt kaptál, nem két fiút, mégis ilyen nagyon vagányan nevelted őket, Igen, Teklát mert és a ami nőies, is, a És azt mind, mind tudják maguktól, mind megtanulják, gyönyörűek legyenek, izgalmasak, szép, így legyen a top, mint neked, hogy félig így le, lehúzza a kicsi lányom már is. Azért, mert tetszeni, ez a foglalkozása. A vagány kislányokból gyönyörű felnőtt nők lettek, Igen. sőt, anyukák már. Anyukák, ők is így most? nevelik a kicsi kicsi kis unokáimat, két kis, azok is lányok. Hát ez, ezt tudom, ezt nagyon tudom. De a vagánság az maradt, mert ugye Tekla, aki tulajdonképpen születésétől kénytelen volt vízisíjelni vele, ez, ő maradt bíró és csodálatosan vízisíj. A kicsi meg állandóan lovagolt, és olyan lova volt meg minden, ugye a vállásnál azt mondta, a szegény nagyon azt mondta, hogy én éheztetem a gyerekem, mondom, bírónő, akinek egy millió forintos lova van, az, né, az éhezike, mondom, nézze meg, 24 országban van a, 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 az útlevele beütve a gyerek. Mindig vittem, hordtam magammal mind a két gyereket, tudod, hogy, hogy, lássák, hogy ott legyenek, hogy tanuljanak. És uh, Reginából mi lett? Mert ezt ugye hallottuk, hogy Teklának milyen foglalkozása. Reginából kérek szépen most egy, egy fotostúdiót végezel, de ő, ő, ő ugye modell volt Amerikában is, és kapott állandó munkavállalási engedélyt, és én nem engedtem ki akkor, mert végezd el az egyetemet, kislány, kicsit húzta az orrát, és aztán eljött, találkozott a férjével, találkozott a, És mikor jött a házasság, a pap mondta, hogy mindenki búcsúzzon el, szülő, a gyerek. Az anyját csak átölelte, itt meg itt zokogott két-három percig, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy nem engedtél el, mert soha nem találkoztam volna a szerelemben. Miért fontos az, hogy így feszegesse az ember a határait? Az ember fiatal korában kockázatot vállal azért, hogy minél többet csinál, minél több pénzt keressen. Később ezt a pénzt odaadja az egészségére. De megérte, mert kalandos volt, nem? Gyönyörű életem volt, senkivel nem cserélnék. Mi pedig köszönjük szépen, hogy nézhettük a képeket és hallhattuk a történeteket. Önöknek azt köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!